Ha úgy mész el szabadságra, hogy elégedett vagy az elvégzett munkáddal, akkor sokkal jobban élvezed a szünetet. Azt hiszem, eddig ez volt a legjobb vakáció. Műtét után tértem vissza, próbáltam rendbehozni magam, visszanyerni az erőnlétemet és a formámat. Nagyon nehéz volt, de amikor valami nehezen megy, tovább kell csinálni, tovább kell dolgozni, azért, hogy újra a legjobb lehess. A góljaimat a kemény munkám jutalmának tekintem, de ebben a csapattársaknak is komoly szerepe volt. Sokat segítettek abban, hogy formába lendüljek, és újra játszhassam. Ennek nagyon örülök, és ezúton is köszönöm. Remélem, illetve biztos vagyok benne, hogy a szezon második felében még többször betalálok majd. Azt hiszem, az elkövetkezendő időszakban többet látnak majd Ezekiel Hentiből, mert lényegesen több van bennem, mint amit az első fél szezonban láttak. Az ősz második felében azért küzdöttem, hogy eljussak arra a szintre, ahol most vagyok, de most már jobban fogom élvezni a futballt, és mentálisan is egészen biztosan felszabadult leszek. Több mindent meg tudok mutatni magamból. Yeah, I think definitely the team and also the league is gonna see more of me. First of all, we got a good team, the coach. Jó csapatunk van. A vezetőedzőnk fantasztikus, sikerült remek hangulatot kialakítani az öltözőben, ami az egyik legfontosabb. Nagyon egységesek vagyunk, és azok a játékosok is örülnek a társak eredményeinek, akik éppen a padon ülnek. A pályán is nagyszerűen megértjük egymást, ami szintén lényeges. And we've got players who understand each other, and this is really important. I think we need to improve more in our concentration level. Amiben még előrébb léphetünk, az legelőször is a koncentráció, mert előfordult, hogy miután gólt szereztünk, kevésbé összpontosítottunk, és bizony ezen elment jó pár pontunk. Úgy vélem, a gólszerzési lehetőségeinkkel is jobban kell sáfárkodnunk, mert sok helyzetet kihagytunk. Ez rám különösen igaz. Ki kell használnunk az adódó sanszokat, és minél előbb lezárni a meccseket, mert minden gól számít. Minden helyzet fontos, ha be tudod rúgni őket, az ellenfelet hozod nehéz helyzetbe. Then the opponent's goals in difficulty. But I think as a team we've really done well in the first half of the season. Also the fact that úgy gondolom, a csapat jól teljesített a szezon első felében. Most jöttek új játékosok, akik nagyon jók. Hamar beilleszkedtek, és annak alapján, amit az edzéseken láttam tőlük, azt mondhatom, komoly erősítést jelentenek. Tehát nincs más dolgunk, játszani kell a játékunkat, koncentrálnunk kell, annyi gólt kell rúgnunk, amennyit csak bírunk. Még egy valamiben kell javulnunk, ez pedig az úgynevezett kis csapatok elleni játék, már ha egyáltalán vannak ilyenek. Míg a Fradi és a Vidi ellen nagyon jók voltunk, a gyengébbnek vélt ellenfelekkel szemben bizony sokszor voltak nehézségeink, ezen változtatnunk kell, mert ezek az igazán fontos pontok. We've got some difficulties, so I think we need to improve on that, because those are the points that are really important.